A selyemfestés az alapanyagok tulajdonsága miatt nagyon különleges. A hígfestékek nagyon erőteljesen futnak, terjednek a selymen, és van egy kontúrozó anyag, egy sűrű festék, ami viszont megállítja a festékek futását a selymen, tehát egy határt szab. És ezzel lehet tulajdonképpen játszani, hogy hogyan mozognak az egyik típusú festékek, és hogy hogyan állítjuk meg őket. Ahogy egymás mellé tesszük, egymásra tesszük a festékeket, nagyon sokáig, amíg meg nem szárad az egész felület, az egész egy mozgásban van. Az egész változik, és ez a festő figyelmét teljes mértékben leköti. Kicsit olyan, mintha egy meditatív állapotba kerülnénk selyemfestés közben, mert hogy nem lehet tőle elszakadni, nem lehet ott hagyni. Mert esetleg elmegyek, iszom egy teát, visszajövök, és már teljesen más van a sejme, mint amikor ott hagytam. Tehát a gondolatokat teljesen kikapcsolja, és megérkezünk önmagunkban egy ilyen nagyon békés, elmélyült állapotba, amit hát én meditatív állapotnak. A tudósok mérésekkel igazolták azt, hogy a selyemképeknek a néző hatására is pozitív kisugárzásuk van, mert hogy a festő miközben ebben a elmélyült, békés, nyugodt, boldog állapotban fest, ez a selymen megőrződik. És amikor nézünk egy selyemfestményt, akkor tulajdonképpen ezt sugározza a kép, és ez hat ránk.